február 1-jéig a munkáltatótól kapott nyomtatványokon, vagy ha a magánszemélynek nincs munkáltatója, a NAV honlapjáról letölthető 15N31 jelű nyilatkozattal kérhető, hogy az adóhatóság készítse el a bevallást. Ezzel a lehetőséggel azok élhetnek, akiknek tavaly kizárólag munkáltatótól származó jövedelmük volt. Nagyon fontos megemlíteni, hogy azok, akik nem élhetnek ezzel a bevallási lehetőséggel, tehát azok az adózók, akik családi kedvezményt kívánnak érvényesíteni, február 16-áig kérhetik az egyszerűsített bevallási lehetőséget. Az adónyilatkozattal az 1+1%-ról nem lehet rendelkezni. Azok a munkavállalók, akik egy munkáltatónál dolgoztak az előző évben, az egyszerűsített bevallást február 15-éig kérhetik. A 1553N számú nyomtatványt kell használniuk. A családi adókedvezményt igénybe vevők, az önkéntes nyugdíjpénztárba befizetők kérhetik ezt a formát. 2015-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 30 ezer adózó élt az egyszerűsített adózás lehetőségével. Bevallási egységcsomagra azok számíthatnak, akik tavaly saját maguk nyújtották be személyi jövedelemadó bevallásukat, és 2015-ben bevallásra köteles jövedelemre tettek szert. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 204 ezer SZJA bevallást a munkáltató vagy a magánszemély nyújtott be az adóhatósághoz tavaly május 20-áig. Az idén a 1553-as lapot kell elektronikusan letölteni ehhez. Ugyanígy az egyéni vállalkozóknak is, számukra február 25-e a jogvesztő határidő, ugyaneddig kell az SZJA-t is befizetniük. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 236.900 kitöltött nyomtatvány érkezett a NAV-hoz, amiből 69 ezret elektronikusan töltöttek ki.